Dávid Ferenc közgazdász a vendégem. Jó reggelt kívánok, boldog új évet kívánok önnek is. Írd egy publicisztikát, nem teljesen jellemző az, hogy ilyen jellegű publicisztikák jelennek meg a Népszavában a köztársasági elnöknek a túlóra törvénnyel kapcsolatban, vagyis hivatalosan a munkatörvénykönyve módosításának jóváhagyásával kapcsolatban tett indoklását kritizálta. Mi a probléma? Tisztázzuk mindjárt a legelején. A munkatörvénykönyve módosítása, ami túlóra törvénynek ellenzéki oldalon pedig egyértelműen rabszolgatörvénynek neveznek, vagy pedig az, ahogy a köztársasági elnök ezt indokolta akkor, amikor aláírta és kiirdette? Természetesen is látszik, hogy a dolog már onnantól nem igazán jó illatú, hogy a köztársasági elnök úgy gondolta, hogy egy sima feles törvényt, a munkavilágát szabályozó törvényt meg kell magyaráznia. Ugye azzal kezdi az elnöki közlemény nyilatkozat, hogy alkotmányosan megvizsgálták. Na nézzük, elsőként megállapítottam, hogy a módosítás nem ütközik az alaptörvény rendelkezéseiben. Na jó lett volna akkor azt kibontani, hogy az alaptörvényünkben hangsúlyosan szerepel, és én nem vagyok jogvégzett ellentétben vele, hogy a heti és napi pihenőidő, a pihenéshez való jog, a szabadsághoz való jog minden magyar munkavállalót megillet. Az én kérdésem az lenne, ott is és itt is, hogy ez 60-70 órás heti munkaidőnél hogy képzeli a köztársasági elnök? Tehát hogy érvényesül az az alkotmányos jog? Tehát ezt nem lehet egy mondattal elrendezni, tehát azt gondolom, hogy alkotmányos jogok is sérülhettek. Akkor, amikor megemlítette azt, hogy a köztársasági elnök megvizsgálta a kérdete, illetve problémája van azzal, hogy meg kellett magyarázni, ön mondta, azért látszott az, hogy ellenzéki térfélen, illetve az ország politikai térfelén, ráadásul az utcán elég hangos események, zajos események zajlottak. Lehet, hogy ezért szólalt meg a köztársasági elnök, hogy mindegy nyugtatásként. Nem tudom, de mindegy nyugtatásként. Hogy nyugtathatja meg a magyar munkavállalókat, egyikor lépjünk tovább. A köztársasági elnök ugye azt is leírja, hogy ő megvizsgálta az Európai Uniós gyakorlatot, és megállapítja, hogy azt hiszem cseh, ír és más országokban, idézem, megállapítottam, hogy számos országban, például az Egyesült Királyságban, Dániában, Írországban és Csehországban a túlóra mértéke a magyarországival megegyező vagy azt meghaladó mértékű. Hát itt ugye akkora szakmai csúsztatás van, hogy ugye a túlóra mértékét megnézi, de a heti munkaidőről nem beszél. Tehát azokban az országokban, és én a francia példát írtam, mert a legeklatánsabb, 35 órás heti munkahét, Magyarországon 40 órás heti munkahét. Ha ezt 48 munkahéttel számolja, akkor egy francia pontosan 240 órával dolgozik alapból kevesebbet, mint egy magyar. Ebből következően mínusz 240-ről indul az óra. Hát mihez hadunk itt hozzá? Ezt a köztársasági elnök úr érdekes módon nem vizsgálta meg. Mert ezt is meg kellett volna vizsgálni, hogy mennyi a heti alapmunkaidő, hogy érvényesül a munkaközi szünet, és arra mennyi túlóra rakódik. Ugyanígy jogász megközelítésben szinte érthetetlen számomra az a mondat, amikor azt mondja, hogy a munkavállalói jogok az önkéntesség elvével érvényesülhetnek. Hát ha valaki járt már munkahelyen, az pontosan tudja, hogy a munkáltatónak azon túl, hogy felmondhat és alkalmazhat, irányítási, utasítási, ellenőrzési, elszámoltatási joga van. Fogalmilag kizárt, hogy munkáltató és munkavállaló között, ahol függelmi jogviszony van, az önkéntesség elve érvényesülhessen. Ezt azért vizsgálni kellett volna a köztársasági elnök úrnak. Ön azt mondja egyébként, hogy a köztársasági elnök úr az almát a körtével hasonlította ilyenkor össze, tehát hogy nem azonos mértékrendszereket különböző országok adataiból nem ugyanazt vette számban, nem ugyanazt nézte meg, arányosította, vagy egyszerűen csak azzal van problémája, hogy más számokról indul az a bizonyos normális munkaidő és a túlóra. Hát alapvetően, mint a köztársasági elnök nyilatkozatáról beszélünk, alapvetően erről a szakma egyik felének az elhallgatásáról való túlóráról beszél, a túlóra mértékekben igaza is lehet, de ugyanakkor nem nézi meg, hogy ezekben az országokban mennyi az alapmunkaidő, és akkor még nem beszéltem arról, mert a cikk már nem bírta volna el, hogy a túlóra díjazása vajon hogy alakul. A másik, amit nagyon kifogásoltam, azt elmondtam az előbb, a függelmi jogviszony kérdése, hogy az önkéntesség elve, hogy majd nekem kedvem van túlórázni. Nem, nekem nem kedvem van, a munkát adom, utasít, és befogom a számat, és csinálom. Vagy elvesztem a munkámat, azt mondja? Vagy elveszem a munkámat, vagy kizárnak a következő bérfejlesztésből, vagy egyáltalán olyan más munkakörbe kerülnek, ahol rosszabb körülmények vannak. Vagy felvesznek valakit helyettem, mert ő el fogja vállalni. Most arra azt hivatkoznak, hogy munkaerőpiaci feszültségek miatt ez nem életszerű. Itt is tizellálnék. Budapesten, Győrbe, Székesfehérváron nem. Békés megyébe, Borsod megyébe, Hajdú megyébe egész más a helyzet, ahol tartalékseregek állnak rendelkezésre. A problémám, még egyszer mondom, az egészen az, hogy rendkívül felületes
köztársasági elnöki nyilatkozattal találkoztunk, és amiért én nagyon-nagyon dühös is voltam a legvégén, hogy amikor látjuk, hogy ennyi feszültséget okoz, amikor látjuk, hogy a gazdasági haszna korlátozott a politikailag és a társadalom hangulatában kifejezetten negatív, akkor boldog új évet, jó munkát, áldott karácsonyt és egyéb ilyeneket ér a végére. Ebbe cinizmust éreztem. Egyik sarkalatos pont pedig az volt, amikor azt mondja az elnök, hogy szerinte nem szűkültek a szakszervezetek jogosítványi körei sem. Hát most vagy tényleg tájékozatlan? Ez lehet? Lehet, hogy már annyira el van zárva, hogy már semmit ilyen kérdése, hogy szakszervezet vagy munkavállalók nem foglalkozik. Vagy tudatos csúsztatásról van szó megint, hiszen pontosan tudjuk, akik a törvényt elolvasták és értelmezték, hogy 250 óra felett a szakszervezet a kollektív szerződés megkerülésével, egyedi megállapodással, a munkavállaló idézőjelben önkéntes részvételével elrendelhető a túra. Tehát a szakszervezeti jogosítvány kiveszi a kezéből. Egy szakszervezet egy kollektívát képvisel. A kollektíva tud esetleg alkudni a munkaadóval, de egyénenként kikerüli. Egyrészt rosszabb helyzetbe került a munkavállaló, mint egyén. A szakszervezeti jogosítványnak kivették a kezből. Tehát pontosan ellentétes az állításom, mint amit köztársasági elnök úr mond. Dávid úr, tehetek egy személyes megjegyzést. Amikor bejön egy riportalany, akkor a gesztusrendszeréből, szavai számából, beszédgyorsaságából, hangsúlyából, hang erejéből mindig következtetni lehet arra, hangos hogy... voltam, szerkesztő. Nem, Isten őriz. Ahogy mesél, én ennyire indulatosnak önt még nem láttam. Sokszor beszélgetünk szakszervezeti kérdésekről, munkadók, munkavállalók jogairól, és most, mintha úgy látnám, javítson ki, hogyha nem így van, mint hogyha indulatosabb, vagy pedig nagyobb érzelmekkel mesélne ön itt most nekem. Hát egy sorozatról van szó. Tehát, hogy ahogy a tüntetések és a demonstrációk is szerveződnek, mert indulatok halmozódtak föl, hát ahogy a tömegben, ugye az egyén is. Én is végigéltem önnel együtt a kafetéria rendszer likvidálását. Én is végigéltem önnel egy elhúzódó bértárgyalást, ami végül is hát fél sikerrel végződött. Mindannyian láttuk, hogy a lakástakarék pénztárt, ami ugye a munkavállalók ezrei, tízezreit negatív irányba befolyásolta, kitakarították. Most látjuk, hogy a munkatörvénykönyvéből, ahol eljárási jogot sértettek, szakmai problémákat is felvetettünk, méltatlan a munkavállalók számára, ehhez még a köztársasági elnök felülről, én nem is értem, hogy milyen, mert bölcsebb lett volna, ha hallgatott volna, a dolog majd úgyis elrendeződik, ahogy elrendeződik, az én reményeim szerint egyébként a társadalmi indulat ezt a törvényt jelentősen korrigálni fogja. Akkor inkább úgy mondom, hogy jól érzem azt, hogy egyfajta pohár túlcsordulásról van önnél most szó. Jó. És arról nem beszél, ami nagyon fontos, és az egész életemet ebben töltöttem, ha ön szubjektív, személyes kérdést tett föl, az, hogy az egész folyamat a társadalmi párbeszéd arcú csapását mutatja. Az, hogy nem számít a munkavállalók véleménye, az, hogy nem számított a munkaadói szövetségek véleménye. Na, ez az érdekes egyébként, hogy ön általában a munkaadókról beszélt itt ebben a stúdióban, és a munkavállalókat védi most gyakorlatilag. Nem. Én egy rossz jogszabályt támadok, egy rossz köztársasági elnöki nyilatkozatot támadok, és azt sérelmezem, hogy megint nem kérdezték meg az érdekelteket. Ennek az intézkedésnek komoly gazdasági haszna nincs, viszont a munkahelyi pedig az ászelnök azt mondja, hogy a túlmunka fehéríti a gazdaságot. Azt kell mondanom, hogy az ÁSZ elnöke halvány fogalma nincs, hogy a magyar vállalkozásoknál, a magyar munkahelyeken mi van, aki ilyet állít, hogy ez, hát akkor miért nem emelik meg a duplájára? Hát legyen 1000 óra a 400-ra, és akkor teljesen tiszta lesz az összes munka. Nagyon szépen köszönöm, hogy akármilyen indulatosan vagy hangerővel, de elmondta nekünk mindezt, vissza fogunk erre térni. Köszönöm szépen.